Ekkor mindjárt beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Krisztus mennybe menetele után 10 nappal következik el Pünkösd. Ekkor szállt le a földre a Szentlélek a tanítványokhoz, akik a bibliai idézethez híven különféle nyelveken kezdték el terjeszteni az evangéliumot, az örömhírt. A Pünkösd egyben az egyház születés napja is. Az egyház születésének a napja így minden más felekezettel összeköt bennünket, és nem csak az keresztény felekezettekkel, hanem a zsidósággal, mert ugyan a Pünkösdnek is van egy zsidó háttere, a Peszák, ugyanígy ennek az ünnepnek is a sávút, a hetek ünnepe, ami aratási ünnep. Ez tulajdonképpen a Szentlélek kitöltésének az ünnepe, amikor a tanítványok együtt voltak, imádkoztak Jézus mennybe menetele után, Jézus mondta, hogy maradjanak együtt, és erőt kapnak, amikor megjön a Szentlélek, és tanúi lesznek Jézusnak, és mindannak, amit ő tanított, aki volt, amit ő tett. És Péter azon a napon, éppen azért, mert zsidó ünnep volt, rengetegen voltak Jeruzsálemben, elmondott egy egyszerű bizonyságtételt Jézus Krisztusról, arról, amit ő tett értünk, és 3000 ember kérdezte meg azt, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk. Tehát a Szentléleknek ez a munkája, hogy megérinti az embert, személyessé teszi az Isten hívását, és akkor alakult meg az első gyülekezet ebből a jeruzsálemi közösségből, és aztán azóta van ennek folytatása. A hit megerősítése a Szentlélek munkája. A Szentlélek tüzének szimbóluma a piros oltárterítő. Pünköstkor az istentisztelet témája a Szent Háromságra irányul, annak harmadik személyére, a Szentlélekre. Leginkább arról, hogy a Szent Háromságnak a harmadik személye, a Szentlélek, vagy Atya, Fiú, Szentlélek, hogy kicsoda ő, és mit cselekszik. Nagyon nehéz nekünk megfogni egyáltalán a Szent Háromság, neki titka van, de Isten mégis így nyilatkoztatja ki magát, és a Szent Háromság, Szentléleknek a munkájáról. Tehát, hogy saját eszünkkel nem tudnánk Isten igazságait felfogni, hanem Isten megvilágosítja a Szentlélek által az értelmünket. Tehát az ember érzi, hogy vannak problémák az életében, sokszor túlságosan önmaga körül forog. És ezt lehet, hogy néha ilyen partikuláris kérdésnek érzi. És a Szentlélek megvilágítja, hogy ennek van egy oka. Tehát, hogy az ember a sötétségből jön, de tarthat a világosság felé. Tehát ez az egyik, hogy meggyőz arról, hogy szükségem van szabadításra. Aztán a Szentlélek meggyőz arról, hogy az Isten jó, az Isten a legjobbat akarja nekem, és amit Jézus Krisztus értem tett, hogy meghalt értem a kereszten, az rám is vonatkozik. És ebből a szempontból nagyon fontos evangélium írja le, hogy a Szentlélek addig nem jött el, míg Jézus Krisztus meg nem dicsőült. Tehát Jézus Krisztusnak a megdicsőülése az, hogy megtette azt, amit az Atya kért tőle, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy a bűneinket hordozza, hogy megnyissa az ajtót a menny, az Atya közelébe számunkra, megtisztítja a lelkünket, hogy a mi testünk a bennünk lakó Szentléleknek a temploma lehessen. Pünköstkor vesznek elsőként úrvacsorát a protestáns egyházakban azok a fiatalok, akik éppen egy héttel korábban tettek tanúbizonyságot hitükről.